Észrevetted, hogy egyre nehezebben koncentrálsz a tananyagra? Miért van ez? Mert össze-vissza járnak a gondolataid, és nem tudod őket kordában tartani. Én összegyűjtöttem 10 olyan tanácsot, amit, hogyha elkezdesz használni, azonnal kordában tudod tartani a gondolataidat, és legalább 4-szer, 5-szer hatékonyabban és gyorsabban fogsz tanulni. Nézzük őket egyenként. Az első, amitől félsz és megijedsz, hogy hatalmasnak látod az anyagmennyiséget. Felmerül benned, hogy soha az életben nem leszek kész, és ráadásul ezt időre kell megcsinálnod. Erre a megoldás az ismert mondás, hogyan együnk meg egy elefántot falatonként. Ezt azonban én még kiegészítem valamivel. Azok a feladatok, amiket te elvégeztél, azokat írd le, pipáld ki. Iszonyatosan jó érzése lesz a lelkednek, a testednek, mert azt fogod tapasztalni, hogy haladsz. Nem hiába való a munkád, és az a hatalmas nagy rakás feladat, a szépen lassan fogy. A következő a kudarctól való félelem. Mindannyiunkkal előfordult, abszolút nem vagy egyedül. Csak hogy nem az egész tananyag okozza a kudarcot, hanem annak lehet, hogy csak egy vagy két része. Tehát figyeld meg, hogy az egész tananyagban melyik az a bekezdés, amivel nem boldogultál. A legtöbbször az fordul elő, és azért nem boldogulsz vele, mert van benne egy olyan szó, ami számodra ismeretlen. És hogyha egy ismeretlen szóval találkozol, az képes arra, azaz egy szemszó, hogy az egészet úgy érzékelje az agyad, hogy semmit se értesz belőle. A következő a 3-as számú, amikor mindenhez van kedved, csak ahhoz a tanuláshoz nem, amivel éppen neked foglalkoznod kell. Azaz, nincs hozzá motivációd. Mi történik ilyenkor? A légzőmögéstől kezdve a madárcsicsergés sokkal fontosabb lesz az agyadnak, mint az, hogy koncentráltan odafigyelj. Ehhez is mondok valamit. Keresd meg a tananyagban azt a részt, ami neked tetszik. Mindegyikben fogsz találni olyat, ami tök jónak tűnik. Kezd azzal, és utána a kedv át fog terjedni a többire is. Ha nem is a teljes jó kedv, de már legalább nem utálattal fogsz hozzá. A 4-es pontban azt írtam, hogy szeretünk szétszóródni, szétaprózódni, elveszni a részletekben. Nagyon sok emberre igaz ez, különösen a mai világban, amikor annyi információ éri az agyad, hogy nem tud már vele bánni, egészségesen bánni, és nem tanultuk még meg kiválasztani belőle a fontosat. Nos, itt az ideje. Csinálj egy tervet, nézd meg, hogy mik a fontos tanulnivalóid, elvégzendő feladataid, abból csinálj egy sorrendet, 1, 2, 3, 4, 5, priorizáltál, és az sem baj, hogyha egy nap nem végezted el mind az 5-öt, ne bántsd magad miatta. A 4-es 5-ösre, ha nem jutott idő, azt vidd át a másik napra, és másnap kezd azzal. Az 5-ösbe a következőt vettem. Biztosan észrevetted már, illetve úgy mondom, hogy nem is vetted észre, hogy tanulás közben olvasod az anyagot, dolgozol vele, vagy végzed a munkád, és ilyen kósza gondolatok jönnek. Felbukkannak, elmennek. Újra egy, lehet, hogy egy ötlet jött, lehet, hogy egy kérdés jött, és ezek folyamatosan vissza fognak térni, hogyha nem figyelsz rájuk, mert azt akarják, hogy figyelj rájuk. Mit csinál ilyenkor? Fogj egy tollat, és írd le azonnal. Ugyanis ilyenkor innen kivetted, letetted a lapra, és nem fog előkerülni még egyszer. Azt mondja, hogy ez el van intézve.
kiégés. Bármennyire szomorú, de igaz, hogy már egész fiatal gyerekek ki vannak égve. Mit lehet ellene tenni? A legegyszerűbb, amit tehetsz ellene, hogy tarts tanuláskor szünetet. 20-25 percenként állj le, dőlj hátra, és ne csinálj semmit, nézz ki a fejedből. Minden hónapban, de akár minden napban legyen én időd, amikor tényleg olyasmit csinálsz, amit nagyon szeretsz. De ezt ne csak úgy eltervezd, mert akkor se lesz belőle semmi, hanem írd le, írd be a naptáradba, hogy hanyadikán, hány órakor, mivel jutalmazod meg magad. A hetes nagyon meglepő, de ütős. Mármint, hogy úgy gondolom, hogy ütős, hogy valamiért nem tudsz úgy haladni a tanulással, ahogy kellene. Ez pedig a sötétség. Na nem itt a fejekben, hanem a szobában, ahol tanulsz. Miért baj a sötét? Vissza kell mennünk a barlang lakókorunkba. Barlang lakókorunkban, amikor sötét volt, akkor az ősi ösztön ugye azt parancsolta, hogy figyelj, mert bárhonnan veszély érkezhet. Ezt nem felejtettük el. Ha sötét van, akkor te észrevétlenül sokkal jobban figyeled a környezeted, a csápjaid éles üzemmódban vannak. Ez miért baj? Mert hogy energiavesztéssel jár. Tehát sokkal kevesebb energiát tudsz fordítani arra, ami éppen a dolgod lenne. Oxigén. Általában nem vesszük észre, hogy nincsen elég oxigén a szobában. Nyisd ki az ablakot, vigy mély lélegzetet, töltsd fel a szobádat friss levegővel, és mozogj közben. A 9-es pontba a tanulási módszereket vettem. Rakhattam volna első helyre, mert annyira fontos, hogy legyenek tanulási technikáid, tanulási módszereid. Ne hagyományos módon állj hozzá tanulni, és ez alatt azt értem, hogy elolvasod, rájössz, hogy nem tudod, újraolvasod, megint nem tudod, és képes vagy ezt még harmadszor is megtenni, ehelyett légy résen, válts módszert. Rengetegféle tanulási technika van, amit egyenként is lehet használni, illetve kombinálva. Ha nem ismernél még engem, 14 éve tanítom a komplex tanulási módszert, amivel bármi megtanulható. És 10. helyre tettem a vizet. Nem is gondolnád, hogy mennyire fontos. Hogyha 2%-kal kevesebb víz van a szervezetedben, mint amire szüksége lenne, akkor te már csak 75%-os hatékonysággal dolgozol. Tehát itt van az a 10 tanács, amit hogyha betartasz, 3-4 gyorsabban fogsz haladni, és 3-4 nagyobb hatékonysággal fogsz tudni tanulni, emlékezni a megtanultakra, koncentrálni fogsz tudni sokkal jobban. Ha szeretnél tőlem további jó tanácsokat kapni a tanulással kapcsolatban, hogy a tanuláshoz pozitív érzelem kötődjön, akkor ne felejts el feliratkozni a YouTube csatornámra, mert nem maradsz le a következő videóról. Boldog tanulást kívánok!